A fiszellákot mondod? A nő a szájával tépte a csomaghoz a kötözéket. Az, a fiszellákot, mondta a mester kétségbe esve. Az Isten szerelmére mire vársz? Ott a gomolyag, ott az olló, kész. Szakadt fel a párban a baj, mert épp elszakadt neki a kötözéke, de tegyem hozzá, nem ott, ahol kellett volna. De hát mester épp a mérlegelést akarta elkerülni, hogy milyen hosszú legyen a fiszella, elég-e szimplán, és még el akarta kerülni a kézügyességet is, mert a pamutszálak összetapadnak, megkunkorodnak, és vissza, stb. Ha erő kell, és csak az, vállalom, mondogatta ő büszkén. Bár az Icsi úrnál megejtett sitrakódás, mintha ellene mondana ennek. Ott plusz még csenevész is voltam. Na én már csak amondó vagyok, hogy akkor nem sok marad. Gitti asszony, hogy látta a szerencsétlenség gyökerét, megsimogatván fölélesztette a mester tetszhalott reménytelenségéből, aki már csak azt konstatálhatta, hogy a méretre vágott fiszellák ott hevernek, szorosan egymás mellett, mint halott kukacok, csíkozva a karfát. Ő tetrekészen összedörzsölte kezecskéit, és háládatlanul azt mondta, nem hosszúak ezek? Kicsit aggódott. De, Péter, hosszúak. Ugye? Na nem baj, majd csak kieszelünk valamit. Hosszúak, Péter, folytatta még a Frau Gitti kimérten, pont jó hosszúak. Kötözött ő.